Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fontos a gyerekek oltása, naponta több Covid-fertőzött gyerkőccel is találkozik a házi orvos. Pályaorientációs kalandőrület, rekordszámú nevező játszott a különleges diákversenyen. Fogyasztóvédelem, szavatossági és jótállási szabályok védik a vásárlókat. Falugondnokokat képeznek Szekszárdon, nagy szükség van a szolgáltatásra a kis településeken. Már több mint 38 ezeren regisztráltak a gyermekek oltására Magyarországon. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy az 5 és 11 évesek beoltása is nagyon fontos, hiszen bár az esetek többségében enyhe lefolyású náluk a fertőzés, nem lehet tudni, hogy milyen hosszú távú következményekkel jár. Tolna megyében a házi orvosok pénteken kezdik meg a vakcinálást. December 14-én kedden érkezett meg hazánkba az első gyermekeknek szánt vakcinaszállítmány, mely 138 ezer adag oltóanyagot tartalmazott. Ebből első körben 69 ezer adagot fognak beadni az ország 77 kórházában kialakított oltópontokon, illetve a gyermekházi orvosi és a vegyes praxisú rendelőkben. A Tolna megyei házi orvosok december 17-én pénteken kezdhetik meg a vakcinálást a saját körzetükben. Győri Gábor szekszárdi gyermekorvos úgy nyilatkozott, nagyon várták már, hogy a gyermekek védelmére szolgáló oltóanyag is megérkezzen. Napi 3-4, időnként 5 gyermekről is kiderül, hogy a Covid-tesztje pozitív, tehát ha ez rengetegnek mondható, akkor igen, akkor ez rendszeresen jelentkezik, a mai napon is 3 gyerekről már ez kiderült. Az esetek döntő többségében ők, hál' Istennek, viszonylag könnyen és gyorsan meggyógyulnak. Azért későbbiekben szűvődmények jelentkeznek, amiket a Covid-vírus számlájára írunk, illetve hát nagyon ritkán a mindenki által ismert ilyen sokszerves gyulladásos betegség is előfordulhat, hál' Istennek nagyon ritka. A doktor kiemelte, nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek is megkapják a védőoltást, hiszen jobb megelőzni egy betegséget, mint átesni rajta, és abban reménykedni, hogy enyhe tünetekkel és szövődmények nélkül megússzák azt. Győri Gábor elmondta, nagyon sokan érdeklődnek, de az idő szűkössége miatt egyelőre csak 20-an jelentkeztek nála. Bogyiszlón, ahol a lakosság közel 70%-a be van oltva, még csak 5 gyermeknek kérték a vakcinálását, így Szabó Gábor házi orvos még nem tudja megkezdeni az 5 és 11 év közöttiek oltását, hiszen egy ampulla 10 gyermek vakcinálásához szükséges adagot tartalmaz. Mindig nézzük a kockázat-haszon arányt, tehát igen, lesznek feltetek, előfordulhatnak mellékhatások, kis hőemelkedés, bőrbír, fájdalom a beadás helyén, de ezek messze-messze eltörpülnek attól a haszon mellett, amit okoz, hogy a koronavírus nem betegíti meg őket, vagy legalábbis hosszú távú szövődményeket nem okoz. A megkérdezett szakemberek elmondták, az oltás az egyetlen megoldás, mert úgy néz ki, hogy a koronavírus még évekig jelen lesz az életünkben. Országosan eddig már több mint 38 ezeren regisztráltak a gyermekek oltására. 5506 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.208.020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 153, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 37.232 főre emelkedett. 6.337 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 540-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.194.000-en kaptak. Tolna megyében 130 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 25.403-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Rekordszámú nevezés mellett zajlott le szerdán az elmúlt évek egyik legsikeresebb dél-dunántúli diákversenye, a pályaorientációs kalandőrület. A 10 órán át tartó megmérettetésen 15 csapat vett részt Tolna és Baranya megyéből. A gyerekek nagyértékű ajándékokért játszottak, a szervezők pedig a szakképzést népszerűsítették. Az eseményeket stábjaink a helyszíneken követték végig. Saját csapatzászlót kellett készíteniük a versenyben résztvevő 6 fős diákcsoportoknak. Ez volt az egyik kaland a sok közül, amiket megoldva a 8-os gyerekek a nap végére megtalálhatták a kincset. A pályaorientációs kalandőrület nevű versenyre idén 15 csapat nevezett. Nekik online megkapott, gyakran humorral teleszőtt a szakképzés népszerűsítő feladatokat kellett teljesíteniük. Erre számítottam, és örülök neki. Nagyon, nagyon jó az egész nap.
Televíziónk stábjai egész nap folyamatosan beszámoltak a verseny aktuális állásáról, munkatársaink felkeresték az összes csapatot, emellett a szervezőkkel beszélgettek a szakképzésben rejlő lehetőségekről, és természetesen a pályaorientációs kalandőrületről. Eközben Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképző iskolában kialakított operátori irodában a versenybírói megállás nélkül dolgoztak. Minden csapattal állandó kapcsolatban álltak az interneten keresztül, valamint a beküldött feladatokat értékelték. Ez a koordinátor iroda, innen küldjük ki a feladatokat, itt várjuk vissza, amint látjátok itt a háttérben, kivetítőkkel, laptopokkal, projektorral dolgozunk, itt értékeljük a megoldásokat, hogy elfogadjuk-e, itt írjuk a menetleveleket a csapatoknak, hogy ki mikor kapott meg egy-egy kalandot, és mikor küldte vissza. A verseny főtámogatója a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. Varga Stadler Gábor, a vállalat ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrület egy több éve tartó programjuk egy része, aminek a célja, hogy a szakképzést népszerűsítsék a fiatalok körében. Ha valaki igazán jó helyre akar kerülni majd az életben, és van affinitása a tanuláshoz is, és a munkához is együtt, akkor érdemes itt elindulni. Tehát ugyanakkor ezek az iskolákat megismerve, amit ugye ti is láttatok, és most már ugye 5 éve folyik ez a program, amiben részt veszünk, hát olyan iskolai életet, élményt a tanulás mellett nyújt a gyerekeknek, hogy hát szerintem akik ezeket választják, oda öröm iskolába járni vagy tanulni. A pályaorientációs kalandőrület eredmény hirdetésére pénteken kerül sor. A legjobb csapatok akkor vehetik át a nagyértékű nyereményeiket. Az eseményről híradónk is beszámol majd. Elfogadta az országgyűlés a kormány adócsökkentési törvényjavaslatát, amely jövőre további 750 milliárd forinttal mérsékli a munkát terhelő adókat. Ez a korábbi döntésekkel együtt 1500 milliárd forintos adócsökkentést jelent, mondta a pénzügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján. Varga Mihály hangsúlyozta, a magyar gazdaság újraindítása az egyik leggyorsabb az Európai Unióban. Jövőre további 4% ponttal mérséklődik a munkáltatói adóteher, ezen belül 2,5% ponttal a szociális hozzájárulási adó, a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás pedig megszűnik. Jövőre így 600 milliárd forinttal több pénz maradhat a cégeknél, tette hozzá. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a kormány vállalta, hogy csökkenti az adókat, ha a munkáltatók 200 ezer forintra emelik a minimálbért. A parlamenti döntés lehetővé teszi a vállalkozásoknak a magasabb minimálbér kigazdálkodását. Fiataloknak, családoknak, vállalkozásoknak jelent jelentős segítséget 2022-ben. A kormány folytatni fogja az adócsökkentésekre épülő politikát. Ez az elmúlt 10 esztendőben bevált, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a munkát és jövedelmet terhelő adók mértéke csökkenve tudta segíteni a gazdaság növekedését. Ajándékvásárlás esetén sok emberrel előfordult már, hogy hibás, nem megfelelően működő terméket vett. A Tolna megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője szerint ilyenkor több lehetősége is van a vevőknek. Amennyiben viszont a meglepetés mérete nem jó, vagy egyszerűen nem tetszik a tulajdonosának, a kereskedőt semmilyen szabály nem kötelezi az áru visszavételére. Karácsony közelettével megnő a vásárlások száma, azonban gyakran előfordul, hogy az ajándéknak szánt termék nem váltja be a hozzáfűzött reményt, esetleg minőségi hibás. Ebben az esetben fontos tudni, hogy 2 évig úgynevezett szavatossági jogokat érvényesíthetnek a vevők, mondja Benke Erzsébet, a Tolna megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője. Nagyon fontos tudni, hogy a vásárlástól számítva 24 hónapig szavatossági jogainkkal élhetünk, amely megoszlik az első 6 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba a vásárlást követően keletkezett, a 7. hónaptól a 24-ig pedig a fogyasztóra esik át ez a bizonyítási teher. Hibás teljesítés esetén 5 féle szavatossági jótállási igényt érvényesíthetnek a vásárlók. Többek között kérhetik a termék cseréjét. Itt lényeges megjegyezni, hogy egy kék blusz helyett a vevő nem köteles elfogadni azt, ha az eladó egy ugyanolyan fazonú és anyagú pirosat ajánl fel, függetlenül attól, hogy annak ára és minősége nem tér el a korábbiaktól. A fogyasztói jogaink a kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás a szerződéstől csak abban az esetben illetnek meg minket a jogszabály alapján kötelezően, hogyha minőségi hibás termékről beszélünk. Tehát a cég jó indulatán múlik, hogyha az
azért, mert nem tetszik mondjuk a megajándékozottnak, akkor kicseréli vagy visszaadja a termék vételárát, mert akkor az nem számít minőségi hibának. Minőségi hiba esetén, amennyiben nem sikerül rendezni a kereskedővel a problémát, akkor az illetékes fogyasztóvédelmi osztályhoz és a békéltető testülethez fordulhatnak. A gyermeket nevelő szülők adatai nélkül nem tudják visszautalni az SZIA visszatérítést, hívta fel a figyelmet a NAV keddi közleményében. A szülők csak akkor kaphatják meg 2022. február 15-éig az idén befizetett adójukat, ha a hivatal ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat. Annak a szülőnek, aki családi pótlékot kap, nincs teendője, annak viszont, aki nem kap családi pótlékot, de jogosult családi kedvezményre és szeretné megkapni 2022. február 15-éig az adóvisszatérítést, ki kell töltenie a visszadó nyilatkozatot, és be kell nyújtania december 31-éig a NAV-hoz. Már több mint 500 ezeren adták be az igényüket, de a statisztikák szerint még közel 250 ezeren vannak, akik jogosultak lennének, de még nem töltötték ki az online nyomtatványt. Az adóhivatal kiemelte, a határidő 2 hét múlva lejár. Pakson gőzerővel folynak az útfelújítások. Átadták a Táncsics utca Táncsics közkereszteződésében megvalósult gyalogos átkelőhelyeket, melynek költsége meghaladja a nettó 9 millió forintot. Ugyanakkor befejeződött a Táncsics utcai tömbök előtti parkoló felújítása, ahol jövő év elején a járda felújításával folytatódik a projekt. Most már biztonságos az átkelés Pakson a Táncsics utca végében. A buszpályaudvar irányából a gyógyászati központ felé vezető úton két gyalogátkelőhely is kialakításra került. Ezzel Paks egyik legforgalmasabb csomópontja sokkal biztonságosabbá vált mind a gyalogosok, mind az autósok számára. Ez egy olyan csomópont volt, amely már én azt gondolom, hogy nagyon veszélyes is volt, főleg így a téli, őszi időszakban, amikor korán sötétedik, és nehezen beláthatók ezek a kereszteződések, így úgy döntöttünk, hogy két gyalogátkelőhelyet is létesítünk ezen a vagy ebben a csomópontban. A beruházás több mint 9 millió forintból valósult meg. Ebből az összegből a gyalogátkelőhely megvilágításához 3 villanyoszlop és 4 lámpatest, valamint közlekedési táblák is kihelyezésre kerültek. Felfestettek útburkolati jeleket, valamint taktilis elemeket helyeztek el a járdaburkolatba a hátránnyal élők részére. Továbbá növényeket telepítettek. Szabó Péter polgármester azt is elmondta, sikeres pályázat útján okos zebrák kialakítására lesz lehetőség a közeljövőben Pakson. A Táncsics utcában az út- és parkolófelújítási projekt első szakasza is lezárult, így a térkővel ellátott parkolót is újra birtokba veheti a lakosság. A Táncsics parkoló része az teljes mértékben fel lett újítva, ami megint csak egy nagyon jó minőségbe készíte úgy, hogy a járda közvilágítása is elkészült. A Táncsics utcai projekt a járda teljes körű felújításával folytatódik jövő év elején. December 16-ától újra oltási akcióhét indul az ország 101 kórházi oltópontján. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval fel lehet venni akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltást. A szakértők elmondták, a megerősítő vakcina mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg legutóbbi oltását. Csütörtökön és pénteken délután 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között várják az oltakozni vágyókat. A Tolna megyei önkormányzat falugondnoki képzést indított, aminek a keretein belül olyan szakembereket képeznek, akik az 1000 főnél kisebb lakosú települések szociális feladatait el tudják látni. Segítik a falvak, tanyák lakosainak a hivatalokkal történő kapcsolattartását, az élethelyzetből adódó problémák megoldását, a hagyományok őrzését. A 260 órás kurzusra több mint 20 fő jelentkezett. Azért szerveztünk egy ilyen akciót, és azért álltunk mi is az élére ennek a folyamatnak, mert úgy látjuk, hogy a kis településeken komoly szükség van az önök munkájára.
Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a falu és tanyagondnoki képzésre jelentkezőket. A Tolna megyei önkormányzat idén indította el először ezt a tanfolyamot, amire több mint 20-an jelentkeztek. A kurzuson felkészítik a tanulókat az alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására, a hivatalokkal, szervezetekkel, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra, az élethelyzetből adódó problémák megoldására, emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, a hagyományokkal és az összefogás erősítésére, közösségi alkalmak megteremtésére. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy nagy reményeket fűz a képzéshez. Az anyagi helyzet a kis településeken a legalacsonyabb szintű. Tehát sok minden halmozottan, úgy hívjuk ezeket, hogy hátrányos helyzet. És ezen a hátrányos helyzeten kell valamilyen módon segítőkezet nyújtani, és azt gondolom, hogy ez a falu gondnoki hálózat felépítése, elindítása és szakmai tartalommal megtöltése, ez nagyon komoly segítség lehet. A falu gondnoki szolgáltatás 1000 lakosnál kisebb településeken működtethető, célja, hogy ezen helyek hátrányait enyhítse, legyen szó egyéni vagy közösségi szintű szükségletekről. Nyilván a hétköznapok fogják eldönteni, hogy mibe kell segíteni, de én úgy fogalmaztam meg most a megnyitón is, hogy leginkább az a fontos, hogy egy emberséget és egy pozitív hozzáállást tudjunk átadni ezeknek az embereknek, és ők tudják továbbadni a rászorultaknak. A 260 órás elméletet és gyakorlatot is magában foglaló tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Ki a felelős a pécsi városházán? Lekésett a milliárdos támogatásról az önkormányzat. Ki és mekkora összeget kaphat vissza? A legfontosabb tudnivalók az adó visszatérítésről. Két nap alatt közel 6000 kg élelmiszer rászorulóknak gyűjtött a Vöröskereszt Baranyában. Késve nyújtotta be a pécsi városháza a kérelmét a pénzügyminisztériumhoz novemberben. Az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatból 1 milliárdot remélt a baloldali vezetés, csak hogy a 10-ei határidő helyett 15-én érkezett meg a kérelem. A Fidesz frakció vezetője szerint ki kell vizsgálni az ügyet, hiszen kár érte a Baranyai megyeszék helyet a késedelmes benyújtással, hangzott el a pécsi közgyűlés ülésén. Ki a felelős azért, mert 1 milliárdot bukott Pécs, tette fel a kérdést a pécsi Fidesz frakció vezetője a városi közgyűlés keddi ülésén. Csizmadia Péter ezt a pénzügyminisztériumi levelet mutatta a sajtónak, amiből kiderül, hogy későn adta be a Baranyai megyeszékhely baloldali vezetése a kérelmet a támogatásra. Nem nyújtották be határidőre azt az rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet, ami ahhoz lett volna szükséges, hogy 1 milliárd forintnyi többlettámogatásra tudja zárni a város az idei évet. Tehát az 1 milliárd forint, ez nagyon jelentős összeg, ez rendkívül fog hiányozni a városházi költségvetésből, és akkor feltettem a kérdést, hogy ki a felelős érte, illetőleg melyik területekről fogják elvonni, melyik területeket fogja sújtani ez az 1 milliárdos hiány, ez az 1 milliárdos kár. A közgyűlésen nem kapott érdemi választ, kinek a hibájából és miért nem jutott el időben a kérelem a pénzügyminisztériumhoz. A frakció vezető szerint nem szabad szó nélkül hagyni ezt az ügyet. Nem maradhat következmények nélkül. Ezt ki kell vizsgálni, hogy kinek a felelőssége egy ilyen mértékű, egymilliárdos kárt okozó magatartás. A reményeim szerint egyébként erre a közeljövőben sor kerül. Ez ügyben fel is fogom venni a kapcsolatot polgármester úrral és a városházával. Nem kérve, hanem követelve azt, hogy találjuk meg azt a felelőst, akinek a felelőssége ez a sajnálatos eset. A késedelmes benyújtás jogvesztő ennél a pályázatnál, ezért utasították el az önkormányzat 1 milliárdos kérelmét. Csizmadia Péter elmondta azt is, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatása, vagyis a REKI pályázat benyújtási határideje jól ismert az önkormányzatoknál. Ez nem lehet ok a késedelemre. A pénzt egyébként útkarbantartásra, közmű és vízgazdálkodásra, a közterületek fenntartására kérte a pécsi városháza november 10-e helyett 15-i dátummal. Az adó visszatérítés jelenleg a legnépszerűbb kérdéskör, amivel a NAV munkatársai találkoznak. Mivel közeleg a nyilatkozattétel határideje, december 31-e, ezért a Baranyai sajtóreferens a legfontosabb tudnivalókat összefoglalta. Barlai Krisztina kiemelte, hogy az ügyfélszolgálaton dolgozók bármikor nyújtanak segítséget az adózóknak.
Többször is beszélgettünk már az adó visszatérítésről a NAV baranyai sajtóreferensével. Barlai Krisztina most Adópercek című műsorunkban elevenítette fel a legfontosabb tudnivalókat, hiszen közeleg a határidő. A visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján jogosult volt valamilyen családi kedvezményre, illetve az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerez. A visszajáró összeg felső határa 809 ezer forint. Tehát ez a tavalyi éves átlagbérnek a 15%-os adóval számolt összege. Arra kell odafigyelni, hogy nem mindenki kapja meg ezt a maximális összeget, tehát az összevont adóalapba tartozó jövedelmekhez kapcsolódó adó összegét kell figyelni. Az adóvisszatérítés egyik eszélye a kedvezményt sem érinti, azaz igénybe lehet venni, a visszatérítés ugyanis már a kedvezményekkel csökkent adó összegére vonatkozik. A visszatérítéshez háromféleképpen juthatnak hozzá az adózók. Akikről rendelkezik információval a NAV, semmi teendőjük nincs, ekkor a hivatal automatikusan kiutalja az ismert bankszámlaszámra vagy a postai címre az összeget. Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a visszadó nyilatkozat alapján teljesít kiutalást az adóhivatal. Azok az adózók, akik rendelkeznek összevont adóalapba tartozó jövedelemmel is, és olyan jövedelemmel is, ami nem ebbe a körbe tartozik, ők vagy automatikusan, vagy nyilatkozat alapján megkapják azt az összeget, ami az összevont adóalap adója után jár nekik, az egyéb jövedelmekről pedig a majd a bevallásban tudnak nyilatkozni, illetve ez alapján tudják majd igényelni ezt a visszatérítést. Azok az adózók, akiknek nincs összevont adóalapba tartozó jövedelme, például olyan egyéni vállalkozók, akiknek csak ebből a tevékenységükből van jövedelmük, a bevallásban igényelhetik vissza az összeget. Ebben az esetben a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. március 1-től utalja ki a visszatérítést. Sikeres élelmiszeradománygyűjtést végzett a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete. 17 üzletben két nap alatt a gyűjtött mennyiség több mint 6000 kg lett. Az akcióban közel 200 önkéntes és több mint 3000 adományozó vett részt. Az adományok a szervezet által nyilvántartott rászoruló családok részére lesz kiosztva szerdától. Szépen telik a bevásárlókocsi az egyik népszerű élelmiszereket és árusító áruház sétáló utcáján. Többen vannak olyan vásárlók, akik a pénztártól való távozás után másokra is gondolnak. De nagyon fontos, hogy adományozzak a rászoruló családoknak tésztát, akár olajat, konzervát, gyerekeknek édességet. Legfőképpen karácsonykor már akkor a családoknak jobban rászorulnak. Boldogságot okoz. Mindent. Minden évben advent második, harmadik hétvégén a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének önkéntesei, munkatársai egy-két népszerű bevásárló áruházban gyűjtik a tartós élelmiszeradományt. 1000-1500 regisztrált rászoruló család van a megyében, akiknek egy tartalmas élelmiszercsomagot állítanak össze az adományokból. Amit a megye teljes területén, ugye a 301 település lakosaihoz juttatunk ki. Vannak olyanok, ugye, akik már folyamatosan minden évbe kapnak tőlünk, mert sajnos nem tudnak kikeveredni, felemelkedni, hogy ne legyenek rászorulók. És vannak olyanok, akik minden évben újként jönnek a látókörünkbe, vagy hívják fel rá ismerőseink, alapszervezeti tagjaink, önkormányzatok a figyelmet. 6294 kg tartós élelmiszer gyűlt össze az adományozók jóvoltából két nap alatt. A gyűjtésben 174 önkéntes vett részt, az adományozók száma két nap alatt 3341 fő volt. Szerdától a csomagba rendezett élelmiszeradományokat a megye regisztrált rászoruló családainak kezdik kiosztani a Vöröskereszt önkéntesei. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Fontos a gyerekek oltása, naponta több COVID-fertőzött gyerkőccel is találkozik a házi orvos. Pályaorientációs kalandőrület, rekordszámú nevező játszott a különleges diákversenyen. Fogyasztóvédelem, szavatossági és jótállási szabályok védik a vásárlókat. Falugondnokokat képeznek Szekszárdon, nagy szükség van a szolgáltatásra a kis településeken. Csütörtökön egy hidegfront éri el térségünket, zömében erősen felhős, borongós idő várható, helyenként köddel. Napközben inkább csak szitálás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás, az esti, késő esti órákban elszórtan kisebb esőre számíthatunk, majd éjszakára észak felől csökken a felhőzet, és megerősödik a szél.
Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!